Míg a nyíregyházi uszodában gyűjti a kilométereket Hadházi Dóra, aki a jövő hét végén ismét átrepüli majd az óceánt. Nem lesz számára szokatlan a hosszú repülőút, mivel az elmúlt tanévben az Egyesült Államokban erősítette egyetemi csapatát. Nagyon jó volt, tényleg nagyon jó volt az elejétől fogva, könnyen beilleszkedtem. Az edzésekbe is hamar felvettem a ritmus, úgyhogy összességében tényleg nagyon jól telt az évem. Teljesen másképp vannak az edzéseik, mint nekünk. Kicsit talán kevesebbet is úsznak, és sokkal jobban koncentrálnak a saját úszásnemekre. Dóra hazaérkezése után ismét felvette az itthon megszokott ritmust, és elmondása szerint egy jól sikerült felkészülés végéhez közeledik. Jelen állás szerint mindhárom pillangóúszó számban és a vegyes váltóban is rajtkőre áll majd Kínában Urbin Tamás tanítványa. Nem akarom elkiabálni, de úgy érzem, hogy nagyon jó formában vagyok, nagyon jól sikerült a felkészülés, és remélhetőleg egy egyéni csúcsra fogok hazatérni. Stankovics Anna egy hosszabb szünet után versenyez majd ismét. Némi gondot okoz számára, hogy az 50 méteres mellúszás és az 50 méteres gyorsúszás ugyanazon a napon van a versenynaptárban. Nagyon várom már a versenyzést, hiszen az országos bajnokság óta, ugye, ami áprilisban volt, azóta nem versenyeztem, mivel közben nekem volt egy államvizsgám is, úgyhogy nehezített terep volt az elmúlt időszak, úgyhogy már nagyon várom. Aztán meglátjuk, igazándiból tényleg az államvizsga óta tudunk teljes erőbefektetéssel készülni erre a versenyre, így majd ott kiderül. A mostani két főszámomat egy napra tették a programba, úgyhogy igazándiból szerintem majd ott kint fog eldőlni, hogy milyen lesz a mezőny, és esetleg melyiken van több esélyem. Az úszó válogatott hét női versenyzővel július 28-án utazik majd el Kínába az egyetemi világjátékokra. A magyar csapat tagja lesz még a Nyíregyházi Sportcentrum súlylökője Tóth Balázs és a nyíregyházi kosársuli játékosa Karakó Dorina is.